Sziasztok! Ez itt a Pingvin Bázis heti hír összefoglalója 2024. 9. hetének legfontosabb open source híreivel. A KDE projekt kiadta a Plasma Mobile 6-ot, mint a mobil eszközökre tervezett plazma asztali környezetük legújabb verzióját, amely a nemrégiben kiadott KDE Plasma 6 asztali sorozaton és a Postmarkit OSN alapul. A Plasma Mobile 6 újra gondolt alapértelmezett kezdőképernyővel érkezik, amely testes szabható oldalakkal rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó kedvenc alkalmazásainak rendezését egy rásban, és a mappák csoportosítását, egy alkalmazás fiókot és a káránner keresést, támogatást a kezdőképernyői elrendezések importálásához és exportálásához fájlok -ok formátumban, valamint teste szabható oldalátmeneteket. Ez a kiadás bevezeti az első indításkor megjelenő új üdvözlőképernyőt, amely egyszerűbbé teszi a Wi-Fi, a mobil kapcsolat, az eszköz méretezése, az időzóna és a rendszer más alapvető aspektusainak konfigurálását. Ezen felül a Plasma Mobile 6 bevezet egy új automatikus beállítási szolgáltatást a KDE Plasma asztali környezettel való együttműködési képesség kezelésére, amely egyidejűleg van telepítve a rendszerre és megszünteti a teste szabott konfigurációs fájlok szükségességét. Egyéb figyelemre mértó változások közé tartozik az azonosítási párbeszédpanel portolása mobilra, egy új dokkoló módban gyors beállítás, amely lehetővé teszi az ablak dekorációkat, és az összehúzás, nagyítás, bezárás gombokat, és új beállítást az állandó billentyűzet kapcsológomb megjelenítéséhez, javított alapértelmezett rezgési beállítások, valamint a vaku gyors beállítás portolása az összes eszközre. A beállítások alkalmazási számos fejlesztést kapott, például aszinkron interakciós feladatokat a mobil hálózati beállítások moduljához, egy következetesebb mobiltervezést a Wi-Fi beállítások moduljához, valamint átdolgozott időbeállítási modult az újabb komponensekhez. Több alapértelmezett plazma mobile alkalmazás is frissítettek új funkciókkal. Ezek közé tartozik az óra alkalmazás, amely most megállítja a MPRIS médiaforrásokat, amikor az ébresztő vagy az időzítő elindul, a számológép alkalmazás, amelynek új konfigurációs oldala van, amely lehetővé teszi a tizedes jegyek, a szögmértékegységeinek és az elemzési módjának beállítását, valamint a CAST alkalmazás, amely most jobb lejátszási vezérlőket és gyorsabb podcast letöltéseket kínál. További részletek elérhetőek a Plasma Mobile 6 kiadásáról szóló bejelentés oldalon. Ha rendelkezel Postmarkit által támogatott eszközzel, akkor a következő napokban vagy hetekben telepítheted a Plasma Mobile 6 okostelefonodra, amikor az új verzió letölthetővé válik. A Gparted 1.6 nyílt forráskódú partíciókezelő szoftver megjelent egy karbantartási frissítésként, amely számos hibát javított ki, hogy támogassa a különböző fájrendszereket. A Gparted 1.6 Kiadásának fő változásai közé tartozik egy javítás azzal kapcsolatosan, hogy összeomlott, amikor egy bizonyos exfat UID-t alkalmazott a felhasználó, egy változás, amely megakadályozza, hogy a GParted 1 MB nyírést erőltessen a partíció határ jobbra mozgatásakor, valamint a kísérlet az adatmentése funkció eltávolítása és a GPART használatának eltávolítása, mivel ezekre már nincs szükség. A g ezen kiadása továbbá javítja az üresen maradt előrehaladási sáv szövegének visszaállítását, egy művelet alkalmazásakor frissíti a System D hez tartozó mount maszkolást és a UDEV szabályhelyét, áthelyezi az upstream metaadatokat a régi elérési útvonalról, és javítja a GitLab CI tesztmunka folyamatok sikertelenségét a Block Special egységtesztek esetén. Ettől a kiadástól kezdve a C11 es verzióját igényli a fordításhoz. A fejlesztők emellett frissítették a Readme fájt a jövőbeli Debian Ubuntu fordítási időbeni függőségek dokumentálására és néhány rendszerfáj kezelő osztályon belüli rendrakást végeztek. További részletekért tekints meg a kiadási megjegyzések oldalt. Fontos megjegyezni, hogy a Gparted Live projekt még nem frissült az új Gparted 1.6 kiadással, így egy régebbi verziót tudsz használni, amíg a fejlesztők frissítik a lemezképet az új verzióra, mely nem sokára meg fog történni. Az utóbbi időben sikeres eredményeket értek el a Méza alkalmazásában a Microsoft Universal Windows Platform UVP rendszeren. A UVP-t használja a Microsoft Xbox Series X és S játékkonzol is, és a Mézán belül a Microsoft D3D12 meghajtó munkájával együtt használva lehetővé teszi az OpenGL-t és más API-okat a D3D12 tetején, így új játékok, szoftverek portolására kerülhet sor az Xbox-ra. A független fejlesztő Ari vezeti az utat a Mesa alkalmazkodásában a Microsoft Universal Windows platformhoz. A kód jelenleg a Mesa UVP GitHub tárolóján keresztül áll rendelkezésre. Ezen kívül más szoftvereket is átportolt a UVP-re, például sikerült elérnie, hogy a GLX Gears fusson a UVP-n, és a Mesa Gallium 3D kódja pedig működik az Xboxon. Kapcsolódóan, és hogy még több játék is működjön a UVP Xboxon, létezik az SDL-UVPGL, amely lehetővé teszi az SDL működését a UVP-vel, valamint a portált Mesa kódot. Ez a UVP Mesa port látszólag sikeresen működik, és használták a Doom 3 futtatásához a UVP Xboxon keresztül. A Doom 3 Természetesen az egyik olyan nyílt forráskódú Doom 3 kód alap, amely fejlesztés alatt áll. Daniel Worley legújabb forkjával és a Doom 3 HDR alfa kiadásával megjegyzi, ez a port érisszán legújabb munkáját használja a LibGallium és az SDL hatékony futtatásához az Xboxon. Extra szórakozás céljából ez a verzió HDR-t is támogat. Játszhat az R-Gamma, R-Brightness beállításokkal. A jövőbeni verziókban lehet, hogy jobb Tombapping lesz. Nyilatkozta Daniel Worley. Tehát a UVP-vel ellátott Méza révén ez a nyílt forráskódú Doom 3 OpenGL rendelett játék akár a Microsoft Xbox Series X és S konzolon is fut. Bár nem közvetlenül kapcsolódik ezekhez a forkokhoz, de hasonlóan felmerült máshol. Például a retro Arch esetén is a UVP méza lehetősége és a Microsoft D3D12 meghajtó kihasználása az OpenGL vulkán támogatásához a Direct3D12 API-on keresztül. Néhány remény volt arra, hogy az Ubuntu 24.04 asztali változata alapértelmezés szerint támogatni fogja a JPEG XL képformátumot, de ez nem fog megtörténni. A Canonical Desktop Software Engineer Jeremy Biha így írt az egyik héten állapot frissítésében. Felfedeztem, hogy nem fogjuk tudni beépíteni a JPEG XL támogatás az Ubuntu desktop alapértelmezett telepítésébe a 24.04 LTS kiadásra, de még mindig van idő frissíteni a könyvtárat az univerzumban, hogy a GDK PixBuff támogatást telepíthető legyen. Így a felhasználók képesek lehetnek telepíteni a JPEG XL támogatást az Ubuntu Universe archívumból, de úgy tűnik, hogy nem fog átmenni azon a szinten, hogy része legyen az alapértelmezett Ubuntu asztali telepítésnek. Ez követi az egy évvel ezelőtti drámát, amikor a Google eltávolította a JPEG XL-t a Chromeból. A JPEG XL egy jogdíjmentes grafikai fájformátum, amelynek a célja az, hogy egyetemes helyettesítője legyen a meglévő veszteséges és veszteségmentes tömörített rács grafikai formátumoknak. A fájformátumot és a kódolási rendszert körülbelül két éve szabványosították. Az x.org alapítvány igazgató tanácsi választásait elhalasztották, mivel nem volt elegendő jelölt a rendelkedésre álló helyekre, hogy lehessen választást tartani. Néhány évben nehéz volt elegendő önkéntes találni, akik vállalnák az x.org igazgató tanácsában négy rendelkezésre álló hely betöltését minden választáson. 2024-ben újabb időszak következik, amikor nem volt elegendő jelölés a választás megtartásához. Ezért az X.org igazgató tanácsa meghosszabbította a jelölési időszakot most március 11-ének végéig. Az előső időszakban a négy lejáró mandátumban rendelkező tag Emma Enholt, Mark Filion, Ricardo Garcia és Alicia Rosenweg. Az igazgató tanács következő évben lejáró mandátumban rendelkező tagjai Arkadius Hiller, Christopher Michael, Lywood Paul és Szájma Vetter. Az X.org alapítvány nem csak az X.org szerver, hanem a Vélend, a Méza, a Libinput és a kapcsolódó freedesktop.org projektek felett felügyeli az irányítást. Az X.org alapítvány kezeli a támogatásokat és a projekt pénzügyeit, valamint szervezi az éves X.org fejlesztői konferenciát, az XDC-t. Köszönöm a mai figyelmeteket! Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni, illetve iratkozz fel a legújabb videókért, és nyomd meg a csengőt, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Mindenkinek produktív hetet kívánok!